Nézzünk egy kis törtes példát, amikor az a kérdés, hogy melyik a nagyobb. Igazából, hogyha levezetni nem kell azt, hogy melyik a nagyobb, van egy nagyon könnyű kis módszer, amivel rögtön meg tudjuk állapítani, hogy melyik a nagyobb, és még nagyon számolni se kell hozzá, csak egy-egy kis szorzást elvégezni. Ahhoz, hogy meg tudjam állapítani, hogy a 2 8 vagy az 5 6 a nagyobb, azt kell tenni, hogy mindig keresztbe össze kell szorozni a számokat. Tehát például itt a kettest meg a hatost összeszorzom, az ugye akkor 6 x 2, 12 lesz, aztán összeszorzom a 8-ast meg az 5 -öst. 8 x 5, az pedig 40 lesz, és amelyik számom nagyobb a kettő közül, biztos, hogy a tördben is az lesz a nagyobb, tehát az 5 hatod. 6 Hat ötöd és 10 harmad, itt is akkor keresztbe szorzok, 6 x 3 az 18, 10 x 5 az 50, és melyik a nagyobb? Hát ugye az 50, tehát a törben is a 10 harmad lesz a nagyobb. 7 negyed és 1 ketted. 7 x 2 az 14, 1 x 4 az 4, Melyik a nagyobb? Hát a 14, tehát a 7 negyed lesz itt a nagyobb. És egy utolsó példa. 9 2 és 8 ötöd, megint szorzunk keresztbe, 9 x 5 az 45, 8 x 2 az 16, melyik száma nagyobb? A 45, tehát akkor a 9 2 lesz a nagyobb. Tehát ne felejtsétek el, hogyha a törtekről van szó, és megkérdezik, hogy melyik a nagyobb, akkor csak annyit kell nézni, hogy összeszorozzátok keresztbe a számokat, és amelyiknek az eredménye nagyobb lesz, törben is az lesz a nagyobb.